Well, here we are in Palmer, Alaska. Palmerban, Alaszkában vagyunk, ahol az eddigi legnagyobb IGF felföldi játékok világbajnokságot rendezik majd. Házigazdánk Francis Brebner, hétszeres póznadobó világbajnok, de ott van vele Bill Kazmaier is, aki az erős embersport első nagy legendája, háromszoros világbajnok. Mit gondolsz a VB-ről, kérdezi Francis. Valóban 10 versenyző a világ minden tájáról itt van, hogy összeméri a tudását 2 napon át 8 hagyományos dobószámban. Az egyik legnagyobb címért, az IGF világbajnoki címért. Ismerkedjünk meg akkor a versenyzőkkel, mondja Francis Brebner. Egy korábbi világbajnok, Matt Vincent az Egyesült Államokból legutóbb ezüstérmes volt. Skóciából Craig Sinclair 7. világbajnokságára készül, az egyik legjobb kalapácsvető. Sebastian Venta második volt az erős emberek világbajnokságán is, és itt a felföldieknél is van bronzérme, már nyilván túl van a csúcspontján a karrierjének. Vladislav Tulacsik egy új versenyző, aki súlylökőként indult, és most itt van a felföldiek között. Egy beugró, Nathan Berger, hiszen Scott Ryder nincsen itt, erről majd később is beszélünk. Daniel Doro, a legutóbbi amatőr világbajnok, aki ezzel vívta ki a lehetőséget. Már Dorothy bronzérmes volt a legutóbbi világbajnokságon Franciaországban, Kanadából. Jimmy Van de Waal 2 amatőr világbajnoki ezüst után itt most a top 10-be bekerülhet, illetve be is került. Lukasz Venta hajszálon múlt a bronzérme legutóbb, most ezt meg szeretné célozni. És a címvédő Dan McKim az Egyesült Államokból, aki már 3-szor is megnyerte a világbajnokságot. Ryan Vieira lesz a vezetőbíró, korábbi 5-szörös világbajnok. Ő neki a nyomába tehát az amerikai versenyzés, Larry Brock is itt van, aki nyert már világbajnokságot, és Alaszkában több pályácsúcsot is tart itt Palmerben. Ez tehát az IGF világbajnokság. Furulya szóval köszöntjük a reggelt Anchorage-tól délre, ahol egy család éppen pecázni indul, csónakból a tó közepéről fognak horgászni. Alaszka ugye horgászok paradicsoma, úgyhogy nekünk is szerencsénk van, mert az egyik legjobb magyar horgász itt van velünk. Darázs Ádám jól ismeri a módszereket, a helyeket, a csalikat, hogy hogyan is lehet megfogni a betevőt, de mint tudjuk, a horgászathoz azért szerencse is kell. Ádám igazi sporthorgász, ő általában visszadobja a halat, és miután tudtuk ezt előre, egy 6 tápost is hoztunk magunkkal. Józsi akár 30 tojásból is kitűnő rántottát készít, az alaszkai szupermarketekben is megtaláljuk hozzá azokat a kis kolbászkákat, amivel még ízletesebb lesz a reggeli. Reggeli után továbbállunk, hogy megnézzük az Exit Gletschert. Ott látható a háttérben, ahol most eljövünk éppen a lakóautónkkal. Nagyon sok gletscher van Alaszkában. A legtöbbet hajó útról lehet megközelíteni. Sok olyan luxusutat kínálnak, hogy Kanadából egészen Alaszkáig hajóznak 8-10 napon át, és akkor minden nap kikötnek valahol, és a legtöbbször szerepel a programban. Nem csak egyszer, hanem többször is egy gletscher megtekintése. Itt most gyakorlatilag lábon is el lehet sétálni a parkolóból, hiszen alig 1 kilométerre található a gletscher. Thank you.
A gletszerek talán a legegyszerűbben fogalmazva lassan mozgó jégfolyamok, és általában magas hegységekben és sarkvidéki területeken fordulnak elő. Kialakulásukhoz hó, megfelelő éghajlat és lejtős domborzat is kell. A gletszerek általában, ha különböző sebességgel is, de mozognak, és hát nyilvánvalóan leginkább a völgyben lefelé. A gletszer legfelső része az a hely, ahonnan a jégutánpótlás kapja. Ez általában egy amfiteátrumhoz hasonló meredek falu völgy, vagy egy nagy jégmező, innen indult át a gletszer. Az ide leesett hó egyáltalán nem, vagy csak részben olvad el a nyár folyamán, és így folyamatosan gyűlik. Ahogy egyre több lesz, a nyomás tömöríti az alsóbb hórétegeket, a levegő kiszorul belőlük, és egyre keményebb jéggé válnak. Ebben segített némi olvadékvíz is. A jéggé válással párhuzamosan a sűrűség is növekszik, és ahogyan egyre több agyag gyűlik össze, az egész lassan megindul a lejtő irányába, és elkezd folyni. A gletszer általában már meglévő, korábban egy folyó által kivált völgyben indul el, majd azt tovább méti, csiszolja, és jellegzetes U-alakú keresztmetszetűre formálja. A jég természetesen ott, ahol érintkezik a mederrel, a súrlódás miatt lassabban halad, középen és felül pedig gyorsabban. Ez az eltérő sebesség a meder kanyarulatai, valamint a lejtés változása felszabdalja, összetöri a jeget, így jönnek létre a nagy labilis jégtömbök, valamint a gletszer hasadékok. Rengeteg más kisebb forma is jellemző, például felszíni olvadékvízpatakok vagy morénák. Kissé meglepő lehet, de nem a kemény hosszú telek a felelősség a gletszerek növekedésért, hanem a hűvös nyarak. Hiába kemény a tél, jelentősen több hó nem esik, viszont hogyha hűvös a nyár, akkor jobban kevesebb téli hó fog elolvadni, így több jég képződhet. És hát természetesen ez egy hosszú ideig tartó folyamat. A gletszerektől visszafelé ilyenkor is fele pedig megálltunk még Seward bejáratánál a főút előtt, mert csodálatos látvány tárult elénk, és felfedeztünk még rétisasokat is. Mi pedig akkor jövünk vissza a versenyre, hiszen filmünk mégiscsak a felföldi játékok világbajnokságról szól. Az a versenyszám, amit látunk ma, a Bremerstone, az egyik kőlökés. Bill Kazmaier éppen Lukas Sventát kérdezi, aki az egyik legjobb ebben a versenyszámban, hogy mit gondol erről a versenyszámról, hiszen Valislav Tulasek nyerte a nyílt kőlökést, és most itt a másik kőlökésben vajon megelőzheti-e. Azt mondja, Lukas egy kicsit fáradt, de küzdeni fog, hiszen ez a kedvenc versenyszám, ez a favorit versenyszáma. Francis Brebner pedig Matt Vincentet kérdezi, hogy tudja esetleg dominálni ezt a versenyszámot, hiszen a második helyezett mindenképpen kell. Nagyon szeretnék benne lenni a legjobb három között, mindenképpen ez a célom, de csak 4 pont a hátrányom, úgyhogy küzdeni fogom, eddig csak tudok. Az első nap, Vlad, te nyerted a versenyszámot, a kőlökést. Mit gondolsz most erről a versenyszámról?
Szeretném ezt a versenyszámot is megnyerni, remélem sikerülni fog. Nézzük akkor, hogy áll a verseny az első nap után. 4 számon vagyunk túl, de meg Kimnek van 4 pont előnye Matt Vincent előtt, mert Dorothy és Nathan Börse pedig 18-18 ponttal a harmadik helyen holt versenyben, Lukás Venta pedig jelen pillanatban az ötödik. A második nap elején vagyunk, a Bremerstől következik. Ez azt jelenti, hogy állóhelyzetből kell eldobniuk a versenyzőknek, és 3-3 kísérlete lesz mindenkinek. Az, aki a legmesszebb dobja, az fogja megnyerni a versenyt, és akár Francis Brebner még egy új rekordot is el tudna képzelni, meglátjuk, hogy sikerül ez. Leginkább ugye Vladislav Tulacek, vagy pedig Lukás Venta lehet az, aki mindezt elérheti. Jimmy Vandy Waal, a belga versenyzővel kezdünk, aki 12 méter 19 centiméterrel tartja az egyéni legjobbját ebben a versenyszámban. Most ettől egy méterrel elmaradva 11 méter 10 centivel fejezi be. Láthatók a kis zászlók, az Alaska rekordot jelzi az első zászló, a kék színű. Az amerikai zászló jelzi a világbajnoki csúcsot. Itt ugye kimondottan a világbajnokságon elért legjobb eredményeket hasonlítják össze, meg akkor is, ha ugye például itt a kőlökésnél nincs két egyforma kő, tehát azért ezt nehéz összehasonlítani. A sárga skótzászló az ágaskodó vörös oroszlánnal pedig a világcsúcsot mutatja. 12 méter alatt egy picivel Madarati, a kanadai versenyző. Jön akkor Sebastian Venta. A Venta testvérek közül neki vannak komolyabb eredményei, ő az idősebb. Ugye az erős ember sportban is világbajnoki. Ezüstérmes volt 2007-ben. Van a felföldi játékok profi világbajnokságáról is érme. Most Lukás érhet oda. Sebastian nagyjából a középmezőnyben áll. Meglepő módon inkább annak a második felében a középmezőnyben, holott mindig ott van az ötödik, hatodik helyen. Most is jó lesz, 11 méter 86 cm, súlylökő volt egyébként annak idején, úgyhogy nagyon fekszik neki. Craig Sinclair jön, a skótbajnok, hétszeres skótbajnok, elsősorban a kalapácsvetés ez, ami figyelemre méltó. Szokott versenyszámot nyerni a világbajnokságon is kalapácsvetésben, de a kőlökése az általában nem az igazi. Legalábbis a többiekhez képest nem, ugye? Azért azt mindenképpen el kell mondani. 11.48, pálcika-pálcika szék hóember, tehát hogy nem lehet minden számban egyenletesen jó teljesítmény nyújtani, kell, hogy mindenkinek legyen valami, ami Lukas, hiszen mégiscsak 5 különböző versenyszámról beszélünk. Daniel Doro, aki egyre több egyéni edzésen vesz részt Sebastian Venta irányítása mellett. Nathan 12.73-mal, az amerikaiak nagyon-nagyon jók. Ugye az első 4 helyen gyakorlatilag a 3 amerikai meg a kanadai versenyző, tehát úgy tűnik, hogy itthon akarják tartani a legjobb helyezéseket. Na de jön akkor Vladislav Tulacek Csehországból. Súlylökő volt annak idején ő is, míg aztán megtalálta ezt a sportot magának, és valósággal berobbant. Ez igen! Meglátjuk, hogy sikerül-e új rekordot elérni. Igen! 14 méterrel új rekordot ért el Vladislav Tulacek. Soha senki ekkorát nem dobott még itt Alaszkában. És vajon mit válaszol erre Lukás Venta? Ugye 14 méter 2 cm az egyéni rekordja, tehát egyéni rekordot kéne dönteni ahhoz, hogy meg tudja nyerni ezt a versenyszámot. Ma egyébként az ő versenyszáma jönnek egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy odaér a dobogóra, ez most nincs meg. Elmaradt tőle, 12 méter 73, 1 méterrel Tulacek mögött, de ha jól emlékszem, akkor a többiek előtt. Ugye nem láttuk még Matt Vincentet, és nem láttuk még Dan McKimet.
Metvin szerint kétszeres világbajnok, nem valószínű, hogy megnyeri ezt a versenyszámot, de nem elképzelhetetlen akár egy második hely tőle. ...12.65, kevéssel Lukasz Venta mögött. Ugye hallhattuk tőle a riportban, hogy a dobogóra jó lenne odaérni ebben a versenyszámban. Ez egyelőre megvan. És jön akkor Demek Kim. Demek Kim, aki gyakorlatilag a tavalyi világbajnoki címénél az egyik kőlökése elment, csak 8. helyen végzett, de ennek ellenére világbajnoki címet tudott szerezni. Akkor a nyílt kőlök, és utána nagyon összeszedte magát a Bremerstorra, és második helyet csípett el ott. 12.66. Nagyon kicsi különbség, megelőzi Demek Kim Matt Vincentet, és ezzel tovább növeli előnyét az összetett pontversenyben. Már is látjuk a végeredményt. Vladislav Tulacek külön kategória most, aztán hárman teljesen együtt, és Demek Kim egy centivel Matt Vincent előtt. Ennek a végén majd döntő jelentősége lehet, hiszen 5 versenyszám után már 5 pont előny, azért az nagyon komoly előnyt jelent. Vladislav Tulacek, aki megnyerte ezt a versenyszámot, ahogy azt várni lehetett, nagyszerű teljesítménnyel. Az összetett pontverseny tehát 5 szám után, 3-as holt verseny a bronzérmes helyen, többen jöttek fölfelé, Demek Kim, Matt Vincent, Tulacek és Lukasz Venta is már ott van a dobogón. Sebastian Venta pedig 8. hely, úgyhogy megint 6 pontot szerzett. Demek Kim pedig vezet a versenyben. Vlad, gratulálok a második sikeredhez. Hogy élette ezt meg? Nagyon szépen köszönöm. Volt egy csúcs, amit elértem. Nagyon boldog vagyok. Dobhattál volna még egyet, de nem tetted. Mi ennek az oka? Tartalékolni akartad az energiát? Igen, kelleni fog a plusz energia majd, főleg a kalapácsnál és a láncos súlydobásnál, mert abban nem vagyok annyira jó. No, kérem szépen, ennyi volt akkor ma a felföldi játékok, és most egy picit még a filmünkben, ebben a részben hosszabban időzünk itt Anchorage mellett, mert hogy felkerestük az Autó és Vasút Múzeumot, ahova beugrottunk egy fél órára, és aztán több mint 2 órát ott maradtunk, mert egészen elképesztő, ami itt van. Gyakorlatilag be van rendezve több vasúti kocsi korabeli tárgyakkal, hogy egy kicsit jobban megismerjük, hogy annak idején hogyan is közlekedtek itt Alaszkában, és rengeteg, de rengeteg régi autót lehet megnézni, úgyhogy ezeket is meg tudjuk mutatni itt most az összeállításunkban. Korabeli fényképekkel, az alaszkai legendás száhúzó kutyákkal még jobban visszahozzák azt a hangulatot, hogy vajon milyen is az élet itt az év mondjuk 8-10 hónapjában. És hát természetesen voltak hálókocsik már akkor is. Most ugye kint van mindez, legalábbis a nagy része a szabadba, úgyhogy ilyenkor azért az idő vasfoga kicsit megrágja mindezt, de ez cseppet sem volna az értékéből. Bent az árterületen egy picit jobban megismerhetjük az aranyások mindennapjait, miért is volt kaland ez errefelé, miért akart mindenki idejönni és meggazdagodni, ami aztán ugye nagyon keveseknek sikerült, milyen szerszámokat, eszközöket használtak, és hogyan jutottak el oda. A Veterán Közlekedési Múzeumban jó lehetőséget kapott Ádám arra is, hogy bővítse poroltó készletét, bármerre is jár a világban. Egy-egy ilyen fotót semmiképpen nem hagyna ki. A közlekedés mellett a kommunikáció legfontosabb eszközeit is megismerhetjük, milyen volt az az előző évszázadban.
Ugye itt Alaszkában ennek különösen nagy jelentősége volt, hiszen roppant nagyok egymástól a távolságok, ráadásul közlekedési útvonalakban sem dúskál ez a terület. Bíró Attikának és az összes kedves somszos kollégának szeretnénk ezt küldeni. Itt Alaszkából egy 62-es mentő, 4x4 kerék meghajtás és 5700 köbcenti. Hiszen nem lenne gond a panonhalmi lejtő. A legjobb az egészben, hogy mindenre be lehet ülni, mindenre fel lehet mászni, mindent ki lehet próbálni. Az időutazásunk során egy csomó olyan autót, járművet láthatunk, amivel korábban találkozhattunk már valamelyik amerikai filmben. És persze a légierő is képviselteti magát. Valószínű, hogy az utolsó útja, ez volt a vietnámi háborúban, még John J. Rambo vezette. Azt gondolom, akár még sokáig elnézegettük volna ezeket a jármű csodákat. Így nekem nagy élmény volt. És akkor azzal búcsúzom, hogy a folytatásban igen izgalmas versenyszámok jönnek majd a felföldi játékok profi világbajnokságán, ahol kiderül, hogy sikerül a Dan McKim számára a címvédés, hiszen hátra van még három feladat, lesz egy kalapácsvetés, egy láncos súlydobás, illetve a súlymagas badobás. Igazából az amerikai versenyző mindegyikben favorit, de ha valami beletlizik, akkor ott lólnak többen a nyomukban. Matt Vincent mindenképpen esélyes a dobogóra, és Lukasz Venta is talán odaér. Én már köszönöm a figyelmüket, Meronka Pétert hallották, találkozunk a következő részben. Thank you.